Nagyon szeretettel köszöntöm a BNTV nézőit. Önök a Huszárvágás aktuális adását látják, Pozsgai Nikolett Katalin, kedves vendégem, üdvözlöm. Üdvözlöm, szeretettel köszöntöm a nézőket is. És nagyon őszintén úgy jöttünk ma össze, hogy nem magyarságról fogunk beszélni, ez nem is volt, igen, a perifériánkban. Mindaddig el nem kezdtünk magyarságról beszélni, és én valamilyen módon az aranyasszonyokról apostrofáltam egy kifejezést, mire Nikoletta közölte, hogy hát ő aranyasszony.com weboldalon, ő egy ez a mozgalommal kapcsolatosan, igen, elintézett valamit. Mi önnek az aranyasszony fogalma? Egészen pontosan február 2-ával indult most újra ez az aranyasszony iskola. Újra, mert hogy évezredekkel ezelőtt ez már sokszor létezett és folyamatosan jelen volt, kivéve az elmúlt két évezredet nagyságrendileg. Az aranyasszonyság maga az ősanyai minőségnek a nőben, mint teljes nőben való megnyilvánulása, a teljesség tudása és élése, itt és most a fizikai szinten. Ebbe beletartozik a gyógyítástól, a javasasszonyságon keresztül egészen a stratégiai tudásig minden. Tehát tudni kell azt, hogy az aranyasszonyok nagyon okos asszonyok voltak, és képesek voltak átlátni nem csak a fizikális szinteket, hanem a lélekolvasás képességében is otthon voltak. Ezért a nép jövőjének az irányítását azt kifejezetten rájuk bízták egy időszakban, hiszen ők nem csak a fizikai szinten a fegyverek által megvívható harcok szintjét tudták látni, hanem azt is, hogy milyen mozgatórugók vannak az egyes népek mögött. És hogy úgymond a földanya és az éganya nagy tervében, hogyan van ez valójában. Hogy melyik az a föld, ami melyik népet illeti. Tehát egy olyan tudással rendelkeztek, amely sejtszintű, a folyamatosan jelenlévő és a nőiség szakrális beavatásain keresztül folyamatosan érlelődött bennük, míg aztán kiteljesedett. Meg több szintje volt, a rimalány képzésből aztán az aranyasszonnyá válás útját folytatták. Menjünk vissza egy kicsit, hogy 2000 évvel ezelőtt, akkor ha jól értem, matriarchátusban éltek a... Hát egy picit korábbra érdemes visszamenni, azért 3000 évre, igen. És hogy a nő mennyire tökéletes volt, és akkor a közösségek ezt elfogadták, igen, hogy nő, aki arra képes, hogy egyrészt utódai által fenntartsa, igen, a közössége, és Hanvas Béla szerint mind addig fennmaradtak a matriarchátusok, amíg a törzsek közötti feszültség nem alakult ki, mert akkor, igen, lett a fegyvereké a szerep, igen, és viszont az ember önmagában barátságos, és soha nem a fegyverekre épít, és igen, akkor emelkedett ki a patriarchátus, amikor a fegyverekért lett a szó, de ez egy visszalépés, igen, a szellemiségből és mindenben. Uh-huh. És egy óriási vad példát fogok ugrani, uh-huh, amikor elmegyünk egy ilyen aerobik szalomba, ahol uh-huh, nekiállnak mondjuk egy ilyen tornánál 50 férfi és mondjuk 20, és az első 10 perc után a férfiak azt a fajta lazasságot, amit a mozgásban akár egy 50 éves nő is meg tud csinálni, mert egy 30 éves férfi alkalmatra rá. Én azon kevesek közé tartozom, aki végig tudom tornázni általában ezeket az időszakokat, de ott láttam meg először én is, hogy a nők genetikailag és sokkal tökéletesebb és túlélőbb szerkezet, mint az a sérülékeny izomkolosztus a maga kis zsugoragyával, aki egyébként uralja ma a világrendet, és látjuk, hogy ennek a mentalitásnak, a háborúskodásnak és az erőfitoktatásnak mi lett az eredménye. Egy kicsit visszafordítanám ezt a történetet, mert ugye én szeretem a férfiakat, és nem gondolom, hogy a most nők... ugye nem az a jó válasz, hogy én is. Kipróbáljuk arra, mit válaszolok. Azt gondolom, hogy az aranyasszonyságnak pont az a lényege, hogy nem a nőiség emelkedik a férfiak fölé, vagy a férfiasság emelkedik a nőiség felé, hanem valahol ez az együttteremtés, a kettejük, a két nem teljes kiegyenlítésére való együttlét és jelenlét. Alapszik, tehát mindenki teszi azt, amire ő hivatott, amire genetikailag és bármilyen egyéb szinten hivatott. Úgyhogy azt gondolom, hogy azzal, hogy ma a férfiak aerobik szalonokba járnak és női tornát tornáznak, az nyilván lehet egy olyan részüknek a keresése, amit úgy szoktunk hívni, hogy a lunáris része a férfiaknak. Egyfajta olyan intuitív, érzékeny rész, aminek a kifejlődése egészen egyszerűen szükséges a hétköznapjainkban, itt és most a 21. században, hiszen a férfiak pont ezt veszítették el a matriarchátus utáni patriarchátusos időszakban. Ott az volt a fontos, hogy mennyire marsikus egy férfi, tehát mennyire képes a fegyverekkel a hatalmát gyakorolva, bárkit és bármit leigázva, egyszerűen vezetni mindent. Ekközben elveszett ez a bizonyos belső, intuitív, érzékeny férfi oldal, és szerintem a férfiak manapság keresik ezt. Ezért lehet azt látni, hogy nagyon sok férfi dolgozik ma
egyre inkább női szakmákban. Elindult egyfajta olyan változás, ami bizonyos értelemben előnyére válik a férfiaknak. Ugyanakkor a nőkben ugye elindult a másik fajta változás, ami viszont a férfias oldaluknak a keresése a feminista mozgalomban, aminek nem vagyok híve. Ugyanakkor szükségesnek tartom a fejlődés történetben, hogy eljött az az időszak, amikor a nők lázadása beköszöntött. Ez már hál' Istennek a múlt, legalábbis én a múltba helyezem, mert ugye az együttes kiegyenlítődésben szeretnék hinni, és azért dolgozom, hogy ez hétköznapokban is megélhető valóság legyen. És azt gondolom, hogy mind a férfi, mind a nő keresi magát a mai társadalmi szerkezetben, és keresik egymást. És hogyha mind a két oldalunkat, mind a férfi, mind a női oldalt egyensúlyba tudjuk hozni önmagunkon belül, akkor lesz esélyünk ugyanezt a párkapcsolaton belül megélni. Ami azért nagyon fontos, mert ez lesz a családok alapja. Ez a magcsaládok alapja, hogy a férfi és nő, én úgy szoktam hívni, hogy szülői társ szövetségben mennyire tud jelen lenni a gyermekért. Uh-huh. Egy kicsit előre szaladtunk a gyerekhez. Uh-huh. Azt azért nézzük meg, hogy amikor a matriarchátus bekövetkezett, és ez a férfi dominancia eljött ezer éveken keresztül, ennek nem feltétlenül kellett volna így lennie, hanem a nőt maga mellé emelhette volna, mert hogyha egyensúlyi állapotról beszélünk, akkor én felmerem vállalni, hogy a nő tökéletes mellettem. Csak egy tökéletes férfi mellett lehet egy tökéletes nő, és a férfi gyengesége volt az, hogy elnyomta a nőket, és ugyanakkor az intellektuális oldalát a végsőkig eltaszította magától, ami most jön vissza a homoszexualitásban, mert a homoszexuális férfiak általában a végtelenségi intelligensek kiműveltek, és pontosan azt a férfi aspektust tolták el, ami dominált idáig, ami tönkretette a földet, és amiről ön beszél, az pontosan az, hogy ezt az egyensúlyt kell valamilyen módon visszahozni. A férfi vagy egy új egyensúlyt érdemes kialakítani. A férfi azt mondja, hogy én a magot hordozom, én a mag ura vagyok, megteremtem a nőben az utódomat, majd továbbállok, hogy az állatvilágban van, de tulajdonképpen, ha ez az egyensúly állapotot a férfi és a nő úgy élné meg, hogy mind a kettő egyensúlyban érezni magát abban a kapcsolatban, akkor hosszú távú férfi-női kapcsolatokat lehetne kialakítani. Igen, én pedig úgy gondolom, hogy ha a férfi a magura, akkor a nő mondjuk a kehely úrnője. És akkor ez a kettő a kehely befogadó képességével ugye pont egymásra tud találni. Tudjuk, hogy a kehely nélkül nincs a magnak értelme. Tehát ezt tudjuk, de mag nélkül nincs a kehelynek értelme. Tehát a kettő együtt. És ezt szeretem a kehely fogalmat, mert számomra ugye a térkép áll mellettünk, hogy maga a Kárpát-medence is egyfajta kehely jelenlét. Tehát a maga medenceségével, ahogy a női medencére is gondolunk, számomra a Kárpát-medence is egy ilyen anyaföldi, földanyai minőséget testesít meg ezzel a gyűjtő, megtartó jellegével. Nézzük meg azt az időpontot a magyarság történetében, amikor az aranyasszony szerepe teljes egészében visszavonul, korlátozzák, és ezt arra az időszakra teszem az én fejembe, segítsen nekem, amikor a magyarságnak nem adják meg azt a jogát, hogy ő már a kereszténységben jóval régebben szereplő volt, mint ahogy ezt Európa vagy a római pápaság tette, és éppen ezért egyfajta új vonulatot kellett magára kényszeríteni, ugyanakkor a nyelvünkben tökéletesen látjuk, hogy a nyelvi eszközünk jóval régebbiek, mint maga a kereszténység felvétele István korában. Mint ahogy a boldogasszony hitünk is ugyanúgy. Boldogasszony hitünk, és akkor volt az, hogy a rovásfáktól kezdve az összes tudásunkat eltaposták. Mi történt abban az időszakban az aranyasszonyokkal? Én azt gondolom, hogy ez oda vezethető vissza, amikor ez a bizonyos hon visszafoglalás történt még Árpád idejére, mert Árpáddal még ugye megérkeztünk az új honba, ahol felhajtunk a korábban gyakorolt vándorló népségünkkel, és ugye megkezdődött egy letelepedés folyamata, a visszafoglalásnak a végállomása. És ebben az időszakban lépett be a birtoklásnak egy újszerű, furcsa, az emberiség történetében visszatérő kelepcéje. Gondolok itt arra, hogy amikor valaki földet kap és birtokot kap, akkor kialakul az enyém. Tehát átalakul az a történet, hogy a miénk törzsi szövetségben lesz egyszerűen csak az enyém. És ha sok az enyém, akkor ott mindenképpen kialakul egyfajta rivalizáció és egymással történő harc. És ebben az időszakban ide teszem én az aranyasszonyok mondjuk úgy letaszítását, kitaszítását, vagy talán elnémítását. Bocsánat, egy kis kérdést. Akkortól jön
a nő birtoklása. Ugye, hogy a földet így birtoklom, van, pontosan. Az anya földet birtoklom, az anya birtoklása van, is. Igen. És ez a kapcsolat jellemző a mai napig is. Hogyha egy nő értelmesebb, okosabb, mint egy férfi, na akkor fog be a szádat, vagy, vagy valami, vagy degradálom, de nem engedem, úristen, okosabb vagy, mint én, akkor intézte a család dolgait. Tehát a birtokba vétellel szakadt meg ez az egyensúly állapota. Igen, pont erre gondolok. Tehát a birtokok, a rivalizációk, az egymás való harcok, és már nem a szövetségben való létforma. És ebben az időszakban az aranyoszonyok még tevékenyek, tehát sorra járják úgymond a várurakat, a megyéket, a törzs vezetőit, de úgy nagyságrendileg már a felénél nem találnak meghallgatásra. Tehát egy másfajta szövetség indul, és már itt megindul a külső honiakkal való szövetségkötés, kifejezetten a birtok növelése érdekében. Tehát mire már elérkezünk Gézához, Géza neveltetésében már nem találjuk meg az aranyasszonyt, mert hogy a szülei úgy döntenek, hogy őt már nem aranyasszok képzésébe a jártas nő neveli. Ami azt jelenti, hogy az ő életében már nincsen jelen az aranyasszonyi beavatás. Ez korábban mindig szokás volt, hogy a fővezérek mellett ott vannak az aranyasszonyok. Tehát az apostol királyok, a szakrális királyaink, azok egyébként meg kellett, hogy kapják ezt a fajta képzést, nem? Meg kellett, hogy kapják, de ez időről időre eltűnt, és valamilyen formában csonkult. Tehát abban a teljes formájában, ahogy ez a szövetség idejében, még a honfoglalás előtt megvolt, az a honfoglalás utáni letelepedésben már nem tudott meglenni. És már Géza nem kapta meg teljességgel ugye ezeket a beavatásokat, már legalábbis női részről és kísérést. És utána Istvánról azt tartjuk, hogy valószínűleg ő megkapta ezeket, viszont kénytelen volt ezt a nyugat és kelet között kialakult helyzetet valamilyen módon középen, önmagán belül középre helyezve. Ezt én nem ítélném meg, hogy ezt mennyire sikerült neki, vagy mennyire nem. Számomra esetleg az a fájó része, ami aztán a Koppány által képviselt szakrális királyság nyomaival történt. Tehát, ahogy Koppányt felnégyelték, úgy négyelték fel az országot és a korábbi vallásunk maradványait. Isten megítélése ezekben a napokban, hónapokban a végtelenség átalakul, mert ő hogyha ha tudomásul veszük, hogy a ősi kereszténységnek a legősibb népe a magyar, akkor innentől Vajk, akiből István lett, árulónak tekintendő ilyen szempontból, tehát a Szent István dolgok, és a jogos jussát nem adtod a Koppánynak, tehát a törzsi szövetségen belül elárulta ezt az ugyanakkor egész szintet. Én ítéletet nem mernék hozni. Nem mernék ítéletet, viszont egy dolgot, hogy a kettős koronázás az apostol királyok ideje alatt végig megmaradt, hogy megmaradt a szent koronázás, és megmaradt a pogány módszer szerinti koronázása is. Tehát az ősi illegális magyarság tudás valamilyen módon csak öröklődött. Aminek a csekszopói, mi is itt vagyunk, akik ácsingózunk az aranyasszony tudására. Mit tud ma az aranyasszony mozgalom előhozni, és ma mi ez, amit tud adni a mai magyarságnak, és nem csak az asszonyoknak, mert hogy a férfiakat is az aranyasszonyok nevelték annak idején. Hát én azt mondanám, hogy elsősorban egy kapcsolódást, egy visszatérést valamilyen régen elveszett minőséghez, amit teljességnek vagy egységnek szoktunk hívni. És szerintem a nőiség egyik legfontosabb feladata pont ez. Visszakapcsolni a nőtársakat, az országot, a népet és magát a férfit az egységbe. Ugye nagyon egyszerűen ez történik a szeretkezés folyamatában, a nő dimenzió kapuvá válik egészen egyszerűen a férfi számára, és az orgazmus pillanatában összekapcsolja a legteljesebb valóságával. Ugye ezt a férfit? A férfit, igen. És na, hogy, akkor már tudom, miért szeretem ezt a dolgot annyira. ezt a férfiak szokták szeretni, igen, és az évezredek során ez így is baj volt lenne, mindig. Úgy, csak a férfiak szeretnék ezt, szóval igen. Ez a nő dolga, és ezt a nő is élvezi és szereti. Egyiptomban ezt a hagyomány vonalat az órák hölgyének hívták, ő volt az, aki órákon keresztül nyitva tartotta ezt a kaput, de ez a hagyomány vonal egyetemes szinten több helyen is megvolt, és úgymond szexuális energiával gyógyító papnők voltak képesek ezen technikák alkalmazására, aminek aztán későbbi változatai a gésák titka, illetve még a kettő között a tantra hagyományok. Ez engem érdekel kicsit. Tehát olyan órák, tehát ezek a hölgyek nem párkapcsolatban éltek azokkal az urakkal, hanem ők egy gyógyító, szeretkezéssel gyógyító hölgyek voltak. Ma hívjuk egy gyógyító prostitúciónak elvileg? Nem szeretném a prostitúció szót használni, mert ott benne van a pénzért való tevékenység, és az ő tevékenységük egy felszentelt papnői tudás volt, és általában a társadalmi rétegekben a legmagasabb szinten voltak. A
energetikai tisztaságuk pedig ezek teljesen voltak, más. Papnők, igen. És ebben pont ez a különbség, hogy egy prostituált, ha már a szót kimondom, így akkor alapvetően... Az egy negatív energiát. Negatív energiát hoz be, mert és az pénzért ad szerelmet, igaz? Pontosan, hát még ha szerelmet adna. Bocsánat, igazán. Azt hiszem, nagyságrendileg szexuális kielégítést maximum. Tehát az ő tudásuk az egy tiszta tudás, ami azt jelenti, hogy képesek voltak tisztán tartani magukat, és ebből ered egyébként a szűz, vagy a szeplőtelen megnevezés. És vannak olyan irányzatok, akik Szűz Mária fogalmát ide kötik, és azt mondják, hogy ő egy magasan képzett, beavatott papnő volt, aki nem abban a formában biológiailag volt szűz, ahogy ma azt gondoljuk, hanem egészen egyszerűen ezt a szeplőtelen energiát a képzettség által, a beavatásai által tudta megtartani, és emiatt tudta a legmagasabb... Tehát a testet lemosom, de a lelkem meg tisztán marad? Konkrétan? A lélek szerintem mindig tisztán marad, a test képes beszennyeződésre, már az én fogalmaim szerint. És ezek az asszonyok képesek voltak arra, hogy folyamatosan tisztán tudják tartani a teljes női energetikai rendszert, és mivel tisztán tudják tartani, képesek arra is, hogy a szexualitás során felemeljék a férfit. Bármilyen energetikai helyzetében van az energiát, pont a medence gyűjtő tevékenysége által, ugye a mi, a női energetika középpontja és szakrális, mondjuk úgy, fellegvára, a mély energetikájával képes a férfi energiáját befogadni, átkeringetni, és például a férfinek különböző szervi problémáira visszavezetni. Tehát ilyen módon testi gyógyítást is tudtak ők adni. Így ez az egyik a prostatát például. Nem, bocsánat. Igen. De nem a prostituáltak, ugye? Nem a prostituáltak. Ha már a szójátéknál vagyunk, igen. Azt gondolom, hogy ez mondjuk az egyik vonulata az aranyasszonyi tudásnak. Magyarországon ez nem volt hangsúlyos. Volt egy analógiája a Kárpát-medence geometriai formájára, igen. Igaz? És ott ez egy ilyen anyaméhre asszociált emlékeztető. És gyakorlatilag akkor most az aranyasszony új szerepe, hogy ezzel a gyönyörű anyamével, amivel igen. analógiája a Kárpát-medence, igen. valami újfajta megtisztult szellemi energiát igen. hozzunk vissza erre a földre. És akkor nagyot ugrottunk. Igen, ezen az új fajtán gondolkodom, hogy... Az új törvény a régi törvény, tehát az ősi tiszta törvényeinket igen. visszahozzuk, ami működött, igen. Az az új, de ugye mindig, amikor előre megyünk, és az ismeretlen a számomra új, és amikor eltöltök egy bizonyos időt ebben a földi létezésben, akkor jövök rá, hogy az általam újnak tekintett dolog, ez egy ősi törvénynek a visszatérése. Azért vitatkoznék egy kicsit, mert az aranyasszonyi tudás lényege pont az, hogy soha el nem váltunk az egységből, vagy a teljességből, tehát ilyen módon semmi sem lehet új, vagy semmi sem lehet ismeretlen. Az aranyasszonyok gyógyító képességének a legfontosabb lényege a jelenlét. Tehát egyszerűen csak egy olyan testi, lelki, szellemi jelenlétben és egységben tudni lenni, amellyel a jelenlétben a másik embert középpontba tudom rendezni. És ha őt középpontba tudom rendezni, azaz teljes harmóniába, egységbe, teljességbe, akkor ő azzal gyógyul, felemelkedik a jelenlegi fizikai megélései szerint, magyarul rögtön a teljesség érzékelésére és látására lesz képes. Tökéletes, és ott már nincsen újdonság. Csak a túloldalon ül az aranyasszony, itt meg az, aki átalakulni akart. Én ebből az aspektusból tudom csak megközelíteni, de természetesen az aranyasszony szempontjából mondja. Tehát itt van pont a kiegyenlítési része. Tehát, hogy ott a forrás, itt az ismeret hiánya. És az ismeret hiánya, amikor újdonságot keresek, de megtalálom az aranyasszonyban az ősi tudást. És az aranyasszony, amit tenni fog elsősorban, az az emlékeztetés. Tehát visszavezetni ilyen értelemben erre az ősi tiszta tudásra, és újra felébreszteni a teljesség érzését, tudását, egység jelenlétét. Tehát ilyen értelemben ez egy visszaemlékezés, ami sejtszintű, DNS szintű, és egész egyszerűen lénységszintű. Vannak-e ma már aranyasszonyok újra Magyarországon? Igen. Hányan vannak? Mit lehet? Az aranyasszonyok képzése több szálon fut, mondjuk így ma Magyarországon, és ez nagyon jó hír. Az egyik, és én azt mondanám, hogy talán legfontosabb vonalat dr. Szeke András viszi. Szeke András. Ő az, aki az én véleményem szerint a legnagyobbat tette Magyarországon azért, hogy az aranyasszony mozgalom, azt mozgalomnak lehet egyáltalán nevezni. Talán úgy mondanám inkább, hogy a szakrális nőiség felébredjen. És a számomra azért csodálatos dolog, mert ezt férfiként tette meg. Tehát férfiként volt az, aki talán először, aki azt mondta, hogy a nőket meg kell becsülni azért, amik, mert megszentelt nők, és az ősanya tudását, a nagyboldogasszonyi tudást őrzik. És ezzel olyan módon emelte föl a nőket, hogy gyakorlatilag kinyitotta
a bennük rejlő tudást. És ő indított el nagyon sok aranyasszony Magyarországon, és azt nem tudom, hogy ma éppen most foglalkozik-e aranyasszony képzéssel, de gyakorlatilag amennyire én gondolom, az ő tevékenységéből az ő célja is az, hogy Magyarországon az aranyasszonyok egész egyszerűen energetikájukban jelen legyenek, és a képzés már nem csak újabb aranyasszonyok képzése legyen, hanem a nőiség képzése. Van-e valami archetípus az aranyasszonynak kinézetre? Van-e valami aranyasszony archetípusra, tehát, hogy gondolsz? Szőke legyen, uh-huh. vagy ilyen formája van? Vagy... Én nem szeretném ezt azért behozni, mert nyilván az aranyhoz asszociálhatunk az aranyszőkeségre, de... Ezért mertem megkérdezni, de... Igen. De szerintem én nem kötném ezzel össze. Uh-huh. Ez egy olyan minőség, ami bárkiben képes újra jelen lenni. Tehát innentől lehet szőke, barna, vörös, és most akár kopasz is. Egy óriásit fogunk ugrani. Uh-huh. Az a sejtszintű memóriánk, ugye? Ami genetikai vonalon kell, hogy öröklődjön, illetve a szellemiség és a nyelvi kódokon keresztül őriztük meg ezt a több mint 2000 éve elvesztett tudást, amit most valamilyen kis fuvolával újból előcsalogattunk. Erről, ha mesélne nekem. A genetikai részéről? Nem, hanem ez az egész összefüggés, tehát az, hogy ezt az elveszett tudást... Hogyan hívjuk ezt újra elő? Honnan hívjuk elő, így van, sejtszintről, vagy bárhonnan. Az egyik legfontosabb vonulat szerintem az, hogy mindazon fájdalom és szenvedés minták, amik az elmúlt évezredekben az asszony sorsokhoz kötődtek, annak valamilyen módon oldásra kell kerüljön. Hiszen, hogyha a nő, az asszony energia ebben a fájdalom szenvedés tudatban marad, és abban, hogy neki hallgassa a neve, akkor soha nem tud megérkezni az erejébe. Uh-huh. Tehát ilyen módon az egyik vonulat szerintem az, hogy a szenvedés történetünk, Eckhart Tolle úgy is fogalmaz, hogy ugye a nő kollektív fájdalomteste ennek kapcsán. Tehát a fájdalomtesti tudatosságnak az oldása ebben fontos, mind egyéni, mind családi, mind népi és kollektív egész globális szinten. A másik vonulat az oldásokon túl a gyakorlatban való elsajátítása azoknak a technikáknak, amiket régen használtunk, és ide tartoznak a szertartása maga. Hiszen, hogyha egy nő, legalábbis én azt tapasztalom, hogy bármelyik nőnek elkezdek a szer tartásáról mesélni, és belehelyezem ebbe az erőtérbe, szinte perceken belül egyszer csak ott van, és valahonnan ébred benne ez a tudás, nyilván a sejtszintű memória adattárából, az információs erőtérből, de egyszer csak otthonosan mozog benne, és már teszi-veszi pont oda, pont Andrája, pont ezt a tárgyat, amit oda kell, pont úgy nyúl ahhoz a dobhoz, ahhoz azt annak idején tettük. És ez nagyon jó így ráismeréssel figyelni. Tehát én azt gondolom, hogy ebben a térben a legfontosabb az, hogy meg létrehozzuk nekik a keretet, a teret, és az eszközöket ahhoz, hogy emlékezzenek erre a tudásra, és újra használni tudják. Tehát egyrészt tehát akkor az a fájdalomtesti oldások, másrészt ebben az erőtérbe való hozás. És akkor ennek a kettőnek, ahogy a fájdalomtest leépül, ezt úgy mondanám, hogy az örömtest pedig elkezd felépülni. Az az örömtest, amivel képesek vagyunk élni, élvezni az életet és örülni mindannak, ami van körülöttünk. Nagyon érdekes, és megint visszacsatolnék az előző gondolatára, hogy az elmúlt 2000 évben, igazából az utolsó 1000 évben maga az öröm és a szexuális magatartás az bűnként kezelendő volt a hölgyeknél, és csak az utód fenntartásra korlátozták, de mint láttuk az egyiptomi papnőkből, mind a két részt, mert én azt gondolom, hogy a papnő is óriási dolgot kapott ott abba az egynyitott órájában, tehát hogy ő nem csak adott, hanem kapott is, és ma a női szabatosságban megélt szexualitását, tudjuk, hogy értéktelen, mert lelki része nincsen. De ugyanakkor a bűntudat, az viszont benne van a nőkben 2000 év óta, hogy aki boldog és élvezi a szexualitást, az még valamilyen bűnt követel. A férfiak viszont, mivel ők eléggé nyitottak ilyen szempontból, és mindent a magot szeretnék elszórni, bennük meg az a bűntudat alakul ki, hogy ők azáltal bűnösök, hogyha több magot szeretnének elszórni, már pedig ez a természet törvénye. És ezt mi folyamatosan úgy érzem, hogy az elmúlt 1000 évben a bekódolásainkban ezt beépítettük. Hogy lehet ezt oldani mind a két oldalról? Nagyon jól látja István a helyzetet, hogy hogyan működik ez férfiaknál és nőknél. Én azt gondolom, hogy ez a bűntudati kérdéssel megfogható, mert hogy ez nagyon jó oldható téma. És Mária Magdalénát hoznám így például, mint a bűnbánót, ugye a katolikus egyház által. Most már 1961-ben bűnbocsánatot nyert, tehát ma már más Magdaléna megítélése, mint az volt korábban. De a bűntudat képzés azért mégiscsak azt szokták mondani, hogy a könyvvallásokhoz kötődik. Könyv vagy könyv? Könyv.
De jó az asszociáció, igen. Azt gondolom, hogy ameddig megfélemlítettség van, és gyermeki tudatosság van jelen az én és az Isten kapcsolatában, addig én megvezethető vagyok, és irányítható vagyok. De hogyha visszatérek a teljesség tudásához, az Istennel való egységem átérzéséhez, egyfajta megisteniült érzésre gondolok, egység tudatosságra gondolok, mindemellett megtartva alázatosan azt a helyet, amit emberként én képviselhetek ugye ebben a viszonylatban, akkor abban nincsen helye a bűntudatnak. Hiszen nem követek el azzal bűnt, hogyha valami olyasmit csinálok, ami mindenkinek jó, és nem csak hogy jó, hanem még az emelkedés, felemelkedést és az egységhez való visszacsatolást is segíti. És itt pont az örömélményre szeretnék visszacsatolni, mert hogy az öröm az az egyik legmagasabb rendű érzésfrekvencia, most nem a fizikális megaljasult kereskedelmi eset örömre gondolok, hanem a szív örömére. Ugye a kínai medicina szerint a szív egyik alapérzése az öröm, tehát azt kötjük hozzá, és ezért ez a fajta örömélmény egy emelkedett szeretet, szerelem megérésével való örömélmény. És ennek az egyik útja, egyébként a tantra ennek még ma is jeles képviselője, és a taoista szexuális gyakorlatok kifejezetten azt célozzák, hogy hogyan lehet a szeretet és a szer elemének megérésével visszajutni ebbe a teljes egységtudásba. Azt hiszem Müller Péterhez, a Sziámi Müller Pétertől idézném, hogy már ebben nem vagyok biztos, de hogy Müller Péter, az biztos, utána nézzünk majd. A lényeg, hogy ő mondta azt, hogy a testi szexualitás az egyfajta ima az Istenhez. És ez nagyon megragad bennem, ennek a lényege. Igen, de nem olyan értelemben, hogy ima, testi ima, olyan értelemben, hogy a két test egyesül, és azt tudjuk, hogy ilyenkor, hogyha az megfelelő lelkiséggel is töltődik fel, akkor ott nem csak a testek egyesülnek, hanem megtörténik ugye az energetikai egyéválás is, és a lelki egyéválás is. Melyik szer jön? Az érzelem. Az érzelem jön be a rendszerbe, és azt mondják, hogy az egész teremtésnek az alap motivációja egy érzelem kiváltódása volt, amikor a logosz, a teremtő ige valamilyen formai alakzattal találkozott, ahol meg akart nyilvánulni. És ehhez kellett egy érzelem modulus, és minden, amit ön elmond, a dualitásnak a megelőző fázisa volt. Igen. Térjünk vissza a magyarság ősiségéhez. Ugye itt megint irredentálnak, mert mindenfélek leszünk fogalmazva. Miért nagyon fontos ma a föld lakosságának, hogy ez az ősi szakrális nép, mert ugye ezt már nem tudják elvenni tőlünk, hogy a szakralitásunkat tudjuk bizonyítani, ma már belül is érezzük, hogy ez a teremtő anyaméh, ami a Kárpát-medence újból éledjen, egyensúlyba kerüljön és felemelkedjen. Pont az aranyoszonyi tudás ennek szerintem a kulcsa. Az a fajta teljességgel átjutatott, elfogadó szeretet, ami az aranyasszonyok sajátja volt, és az anya méh sajátja. Mert ez a szeretet, és ilyen módon szerintem semmi köze nincsen az éredentatásághoz, vagy egészen egyszerűen a magyarság külön választásához, mint a föld összes többi népével kapcsolatban gondolok erre. Meg ez egyszerűen csak azt jelenti, hogy valami van itt a földben, valami kódolt kristályszintű információ, ami még ma is hordozza azt a szakrális információs teret. Az elveszett kristálykoponyák egyik része még valószínűleg, amit egészen keresünk az utolsó kristálykoponyák. De itt a föld, minden bizonnyal a kristálykoponya is, de hogy itt a föld minden egyes porszeme, ami jelen van, és ez az egész tér, ez hordozza ezt az információt. Akkor is, hogyha az le van árnyékolva, vagy a szakrális helyekre olyan dolgok épültek, aminek annak nem teljességgel lenne ott a helye, akkor is maga a föld, és különösen itt a vízre szeretnék visszautalni, hogy a Kárpát-medence a medenceségével, ugye a Tétis, az őstenger vízének a hordozója. És a kristályszerkezete ott van, hogy ekkora mennyiségű, ez hordozza. Ekkora mennyiségű víztömeg, ami alattunk van, azokkal az információkkal áthangolva maga ez a Kárpát-medence méretű kristály koponya, ami egy olyan óriási információt tartalmaz, ami akár a föld anyával is képes interakcióba lépni, mert ugye mert a föld anyának van a legtöbb baja a jellegi emberrel, mert mi szakadtunk el a föld anyától, nem ő tőlünk. És ahhoz, hogy ez az anya mély újból éledjen,
ahhoz az kell, hogy visszatálljunk a földanyához, mert ő az, aki a kőbaltást rendszeresen letolja a föld felszínéről, és ezért lenne óriási lehetőség, hogy itt a Kárpát-medencében ez az új szellemiség elterjedjen, és utána ez duplikálódik és terjedne a földön. Régen is azért ezt a szellemiséget szét tudtuk annélkül vinni, hogy ez háborúhoz vagy megosztáshoz került volna a világban. Igen. És azért is gondolom, hogy a nőknek ebben nagyon nagy szerepe van, mert pont a méh anya méh funkcionalitása miatt ezt az életérzést egyszerűen, mivel mi ide születtünk, és én azt is szoktam mondani, hogy bárki, aki a Kárpát-medence területén született, attól függetlenül, hogy jelenleg magyarul beszél-e vagy sem, hordozza ezt az információt. Egészen azért, mert az anyaföld hívja szerintem a lelkeket, és választja ki a lelkeket, akik ide jönnek. Tehát nem a genetikai kód számít, hogy... Én azt gondolom, hogy a genetikai kódot felvesszük azáltal, hogy ide születünk, hogy itteni szülőket választunk a Kárpát-medencében. De azt is gondolom, hogy maga ez a tér, ez a téridőzóna, ami itt jelen van, ez egyszerűen ébreszti ezt a genetikai kódot, és bárkiben, aki máshonnan jön, ugyanezt az ősiség, egység alapelvet kezdi ébreszteni. Tehát szerintem nagyon fontos az, hogy az anyaföldet úgy kezeljük, mint önmagában is szakrálisan jelenlevő és működőképes egység. Ez a legnagyobb gyengénk is egyébként. Azt hiszük, hogy aki erre a földre születik, és megérzi ezt a szellemiséget, az ehhez a földhöz és a magyarsághoz lesz hűséges. Ugyanakkor jönnek ide olyan népcsoportok is, akik ugyan ide születnek, de a saját közösségükhöz, ami egyébként idegen a magyarság számára, adja a hűséget, mi meg elhiszük, hogy nekünk akar, nem akarjuk elhinni, hogy nekünk mindenki én ezt nem a kapcsolatban nem gondolkodni szeretnék, hanem érezni tudok. És az aranyasszony megközelítése szerint mindegy, hogy valaki milyen nép sarja. Egészen egyszerűen jogosult a teljességre, és jogosult a szeretetre, és ezáltal az elfogadásra. És ha úgy gondolkodok, ahogy azt most ön mondta, akkor azt mondanám, hogy nekik pont azért van szükségük az idevaló leszületésre, vagy megérkezésre, hogy ezzel a minőséggel találkozzanak, vagy újra találkozzanak, és a lélekszintű fejlődésükön folytathassák az útjukat. Tehát a magam oldaláról én nem tudnék senki ellen beszélni. Mert akkor az anya beszélne a két apától származó gyermek ellen. Érted ezt így? Én értem. Tehát értem, azt gondolom, tehát hogy itt van az orosz katona, aki áthatol Magyarországon, és anyává tesz egy itt lévő magyar anyát, annélkül, hogy tudná, hogy mit tesz, mit cselekszik, és utána távozik, és az anya imádni fogja a gyerekét, akit megszült, mert ez az anya miért szülte. Ugye nagyon kisarkítottam a példát, de ez a lényeg. A legnagyobb sors feladata ebben az esetben ennek a nőnek, hogy valóban anyává tudná válni, mindezek után. De hogy ez a gyermek utána az anyához legyen hűséges, és ne ahhoz a katonahoz, vagy ahhoz az elfhez, és direkt teljesen elvonatkoztattam, aki őt megteremtette, az már egy másik kérdés, hogy ezt azért vetem föl, mert azért a magyarság ma úgy érzi, hogy olyan végtelen szenvedésbe lett taszítva, és érezzük, hogy ez egy mesterséges dolog a magyarság megtörése céljából, hogy ennek ellenére ön miért optimista, hogy az aranyasszonyok, illetve ez az új szellemiség hamarosan kiemeli ebből a, bocsánat, szellemi, érzelmi és haraggal teli mocsárból ezt a népet, ezt a Kárpát-medencét? Azért, mert ez csak a felszín. Ami a mélyben van, az mindig az egységből kiinduló. És ezt mindannyian érezzük. Akárhol születünk, és akárhol vagyunk, az hogy egység, van az egység, bennünk egy az paradicsom. Az egység szükségét érezzük, de pontosan a rebellis nép, ez 1848. De nem érezhetnénk a szükségét, hogyha nem lenne bennünk emlékezet arra nézve, hogy van egy egyszer, ilyen. Voltunk egyszer egységben. Így van. Tehát hát én azt gondolom, hogy a legnagyobb. Hogy az emberiség egésze azon dolgozik, hogy visszatérjen ebbe az egységbe, és a magyarság, ha már a magurairól beszélünk ebben a történetben, mivel a mag ura, a mag hordozója, és a kehely, ami ennek a befogadója, nem tud mást csinálni, mint mag lenni. És egy mag soha nem felejtheti el azt, hogy milyen fává fog majd fejlődni, hiszen benne van az egésznek a képe. Ami azt jelenti, hogy szerintem bármi történhet kívülről, bármit akarhatnak csinálni velünk, akárkik, akár önmagunk is, vagy kívülálló, bármilyen népekre, akik gondolnak, valójában nem tudnak. Mert a maggal nem lehet tenni semmit.
Hát, hogy egy oszthatatlan, sérthetetlen és kerek és egész. Erre mondja a katolikus vallás, hogy amíg egy csepp víz azt mondja magáról, hogy én egy csepp víz vagyok, addig ő nem több, mint egy párolgó felület, de amikor egy csepp víz azt mondja magáról, hogy én vagyok az óceán, óceán tudattal, akkor valóban semmit nem lehet vele tenni. Ez, amit tulajdonképpen meg kell ennek a... Erre gondolok. És nekünk, mint így a Kárpát-medence víz, életvíz őrzőinek, már a nőiség oldaláról megközelítve ebben a helyben, szerintem így kell éreznünk. És ez meghatározhatja. A víz, mint érzelem principiuma, ami a nő egyik alapvető vonása. A férfiak ezt tagadják, igaz? Hogy az érzelmeiket, mert az erőre dominálnak. Nagyon érdekes beszélgetés kerekedett, ahhoz képest, hogy nem ezért jössz, hogy erről beszélgessünk, de nagyon megköszönöm, hogy erről tudtunk. Ön aranyasszonynak tartja magát? Igen. Igen. De akkor, drága kedves nézőink, a húszárvágásban Magyarország legújabb kori aranyasszonyával, Pozsonyi Nikolettával, Katalinnal beszélgethettem. És utolsó kérdésem mindig az over the top kérdés van, hogy önnek mit jelent a neve? Tudom, hogy van férje, gyereke, mégse változtatta meg a nevét, hanem fontosan őrizte az első a nevének a rezgéseit. Igen. A Nikoletta és a Katalin, tehát hogy milyen kontextusban, nem volt időm most kiszámogatni a... Mondom mindegyiket szívesen. A Pozsgai alapvetően a Pozsega várából, és ugye a térképen ugye a Pozsega térségből származó név, ami aztán ugye a családok vándorlása kapcsán egyébként pont a pozsonyi területekre és a Rába közterületre mentek át nagyon sokan belőle. De hogy egyfajta ős tradíció őrzéséért voltak ők mindig felelősek, és mindig egyfajta őrző-védő, anyaföld-védő szerepet láttak el a történelemnek mondjuk így a középkori időszakában. És ez a tradíció, ez nekem önmagában fontos, hogy én ezt képviselem, és ennek a sarja vagyok. A Nikolettának az egyik része, úgy mondanám, amit jelent, és amiért kaptam. Amit jelent, ugye a nép győzelme. És szerintem, ha ezt az aranyasszonyjal összekötjük, és azzal, hogy a népet annak idején aranyasszonyok vezették, és ők kísérték a szakrális győzelemre, úgymond magába, ugye a folyamatok során, és a tápláltság, gondozottság, boldogság földjére, azaz a Kárpát-medencébe visszavezették. Nekem az anyamé asszociációma minden aranyasszonya, ugye ott van egy millió mély, egy kaptár, most sok számot mondtam elnézést, és ott van, ha anya mély nélkül, egyszerűen nem létezne az egész nemzet. Úgyhogy így a Nikolett a népgyőzelme, amiért kaptam, az a Nikolett és Aucassin, a jó francia szép históriának a története, amit édesanyám éppen olvasott, amikor éppen várandós volt velem, úgyhogy ő ott volt egy szőkehajú, zöld szemű lányról szó, és hogy ő azt mondta, hogy egészen egyszerűen az ő gyermeke ilyen lesz, ő ezt így látta és érezte, és azt mondta, hogy ezért ő Nikolett lesz. A Nikolettet nem lehet C-vel, két T-vel és E-vel anyakönyvesztetni, úgyhogy ebből lett a magyarosított változata a Nikoletta, ami viszont már a népgyőzelme. Úgyhogy így mind a kettőt szerintem hozom. Története érdekes ugye az ófrancia szép históriának, hiszen ott Nikoletta a kártágói király elveszett lánya. És azért nagyon fontos, mert hogy nekem is volt egy ilyen elveszett időszakom az életem elején, amíg megtaláltam azt, hogy ki vagyok én valójában. Ez egy kicsit olyan, mint amikor az ember így elveszik, és önmagára talál, és bele tud állni abba a királynői erőbe, ami egyébként az övé. Egyfajta emlékezéses út. Úgyhogy szerintem jó választás volt az édesanyja részéről. És a Katalin? A Katalin az édesapám választása volt. Ő mondta azt, hogy a Katalinban megvan ez a makrancos erő. Valahogy ő tudott kapcsolódni egy másik fajta részemhez, és ő tartotta azt fontosnak, hogy ez a katalini, akár ha Katalin cárnőre gondolunk így az oroszok földjéről, vagy akár Szienai Katalinról, ugye egy másik katolicizmus történeti részében, egy másfajta női erő van, ez a harcos, a kiállni tudó, önérvényesítő. Igen. Életveszélyesen okos nővel ülök szembe egyébként, megmondom őszintén, hogy sok aspektusban el tudod kápráztatni, lehet engem is nagyon könnyű, de nagyon jót beszélgettünk ebben a dologban. Köszönöm szépen. Utolsó szó jogán, az nem az enyém, az az öné. Mit üzenne el azoknak a sokszor hitükben nem gyengülő, mert nem néznék a műsort, hanem hitükben lazuló magyar honfitársainknak, akiknek most újból visszaadtuk a reményt és az erőt ezzel a pár gondolattal. Miért biztos az, hogy ezen a mostani nagyon csúnya időszakon átmegy a magyarság és a föld is, és a földanya nem küldi el a kőbaltás egy melegebb éghajlatra, egy jégkorszakkal, vagy egy özönvízzel, és lesz kiút, és lesz jövője a gyermekeinknek. Egy pszichológiai terminust hoznék ide be, ez pedig a belső gyermek emlékezete.
A belső gyermekben mindig él a töretlen hit arra, hogy az egység, a tündérország létezik, és hogy a mese vége mindig happy end. És hogyha ehhez a felünkhöz nyúlunk vissza, akkor nem lehet más a mese vége, azaz a föld történetének vége, az emberiség történetének vége, mint sem happy end. És pont ez a lényeg, hogy ehhez a gyermeki önfeled, szeplőtelen örömhöz kell visszatalálnunk. Akkor nem az a fontos, hogy mit veszünk, mit vásárolunk meg éppen, hanem azt, hogy hol vagyunk. És én ha így ajánlhatnék valamit, akkor azt mondanám, hogy menjenek ki a fákhoz az emberek, menjenek ki a vizekhez, ahhoz, arra a területre, ahol a legkevésbé van még jelen bármilyen fajta modern erő, magyarul a természet szabadságába, és egyszerűen csak legyenek ott, kiránduljanak, legyenek együtt a családok, és szívják a tiszta levegőt ott. Mert hogy a földanya, és ezáltal az anyaföld a Kárpát-medencében még mindig ébreszt, mindig kapcsol, töretlenül hisz abban, az én véleményem és érzésem szerint, hogy a magyarság ébred, és hogy a föld egésze ébred. És nem gondolnám, hogy bármelyik anya azt gondolhatja akármikor, hogy hiába való az ő akár szenvedése, akár harca a gyermekért. És én a földanyát így látom. De szerintem soha ki nem hunyó reménye és hite van az emberiségben, akkor is, hogyha ez sokáig tart, szerintem kitart velünk a végsőkig, amíg eljön az a happy end. Reméljük, hogy nem úgy meg bennünket megint, hogy elsöpörjön. Akkor most Pozsgai Nikolett Katalin tündérmeséjét hallottuk így zászóként, amiben én is hiszek hittel, és remélem önök is ezt az energiát fogják felhozni, mert együttes erővel tudunk bármit is megoldani. Nagyon köszönöm, hogy itt volt, és úgy érzem, hogy a magyarság lelkének ezek a pár gondolatmondat, ez nagyon jót tett, amit most tudtunk tenni, és szerintem mindenki, aki meg akarja ismerni a magyarságot, annak is ezt érdemes ezeket a gondolatokat meghallgatni, éppen ezt az adásunkat le fogom angol nyelvre fordítatni, és hamarosan minden embertársa megismerte a világon ezeket a gondolatokat. Nagyon köszönöm, hogy itt volt. Nagyon köszönöm én is. Önök a VNTV korábbi adásait, a huszárvágás korábbi adásait a www.vntv.weboldalon nézhetik, illetve a YouTube-on rengeteg megosztásunkat találják. Megköszönöm megtisztelő figyelmüket, a viszontlátásra.